Az imént is sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a városi strandfürdőben a cigány származásúak akár ingyen belépő jegyet is kaphattak. Ennek szeretnénk most egy picit utána járni, hogy tényleges, hiteles információt nyújtsunk. Ács Imrét, a Kommunális Szolgáltató Kft. Megbízott ügyvezetőjét kérdezem, hiszen a strand üzemeltetése hozzájuk tartozik. Szóval mi igaz ebből a hírből? A társaság üzemelteti a strand fürdő létesítményét. Jelenleg ez a létesítmény, ez zárt létesítmény. A biztonsági őr és pénztáros bevétel közbeműködésével lehet a strandot megközelíteni. Aki a strandbelépő árát megfizeti a bejáratnál, ő az élvezheti a strandnak a szolgáltatásait. Többféle konstrukciónk van a beléptetési árakra, van bérlet, van napi jegy, és egyéb látogatói jegy a rendezvények számára. Jelen pillanatban ez idáig, augusztus közepéig, végéig jelenleg 300 körüli 10 napos bérletet, 10 alkalomra szóló bérletet értékesítettünk. A úszójeggyel az úszómedencének a reggeli igénybevételére közel 500 napi jegyet adtunk el. Ott a bérlet nem olyan népszerű, mindösszesen 2 bérletet sikerült értékesíteni, viszont a diákok részére 80 bérletet biztosítottunk iskolák részére. Tehát biztonsággal őrzött a strandfürdő területe, magyarán tényleg nincs lehetőség arra, hogy bárki jegy vagy bérlet vásárlása nélkül bejusson oda? Igen, ez így van. Ha mégis ez sikerül valamilyen úton, módon, esetlegesen a horgásztó felüli részen, a belépő a bérlet mellé minden esetben kapnak egy karszalagot a belépők, és a karszalag alapján lehet a belső ellenőrzést elvégezni, hogy ki az, akinek nem nincs karszalagja, nyilván ő illegálisan tartózkodik a strand területén. Ezt a biztonsági őrök, az úszómesterek ezt figyelik, és ha van ilyen, jelzik. Én tudomásom szerint ebben a szezonban egyetlen egy ilyen belépő volt, aki a hátsó részen közelítette meg, de őt is sikerült kiszűrni időben. Megfelelő egyébként a biztonsági szolgálata a személyzet, hiszen azt gondolom, hogy valóban most fejlődött fel igazán a strandfürdő. Igen, kimondottan erre a strandnak a főszezonjára és azokon a napokon, ahol a nagyobb tömeg várható, tehát nagyobb igénybevételnek van kitéve, megerősített szolgálatot kértünk, éjszaka kutyászolgálat van, tehát megfelelően tartom a biztonsági intézkedéseket ahhoz, hogy illetéktelenül használhassák a strandfürdőt. Lassan a nyári fürdőző szezon ugye letelik, de hát a strandunk nem zár be. Hogyan tovább, milyen nyitvatartás mellett várja majd a fürdőzőket? Így igaz, a strand élete folytatódik tovább. Jelen pillanatban tehát a nyitvatartási idő fog csökkenni. Ez azt jelenti, hogy szeptember 1-től 19 óráig tart nyitva a strand, szeptember végéig ez így lesz, és akkor utána a tervek szerint az úszómedence és a hidegvizes medencék úgymond azok télüzemmódba kerülnek, tehát nem lesznek használva, és a gyógymedence viszont tovább fog üzemelni. Az a nyitvatartás ideje, jól emlékszem, 13 órától 19-20 óráig tart. Ez a terv. Köszönjük az információt, és hát bízunk abban, hogy nem lesz gond a továbbiakban, és tényleg a fürdőzni vágyók, azok valóban élvezhetik a fürdő kényelmeit és a pihenés nyugalmát. Így igaz, köszönöm szépen!